Holnap kezdetét veszi a 12. Bor és Pálinka Fesztivál. Nem csak a színes programok és a koncertek ígérnek izgalmas kikapcsolódást az idei augusztus 20-ai kavalkádban, de Szent István király ünnepén az államalapító uralkodó előtt is fejet hajthatunk augusztus 20-án 10 órától a Szent István téren megrendezendő városi ünnepségen. Minden korosztály számára minőségi programokat nyújthat holnaptól a Szent István tiszteletére rendezett ünnepségsorozat. Az államalapító királyunkra emlékező városi ünnepség előtt augusztus 20-án reggel 9 órakor Szent Mise veszi kezdetét a Szent István templomban. A misét dr. Kisrigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke celebrálja majd. Ezt követően 10 órakor kezdődik a városi ünnepség Szent István király tiszteletére az államalapítóról elnevezett téren, kenyérszentelés és áldás kíséretében. Ünnepi beszédet Almás István polgármester és Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő mond majd. Az ünnepségen Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész is közreműködik. Természetesen nem múlhat el augusztus 20-a estéje operett és musical gála nélkül, 22 órától pedig tűzijáték szórakoztatja majd a kilátogatókat a Kossuth téren. Az ünnepi rendezvény idején forgalomkorlátozásra kell számítani Hódmezővásárhely belterületén. Teljes útlezárás lesz érvényben 2016. augusztus 20-án 9:30-től 12 óráig a Szent István téren.